komoly ünnep van, de ott is beírnak minket az élet könyvébe. Ezek állandóan mulatunk. Folyton táncolunk, mulatunk, ez is jó, ez is öröm, de az is öröm, csak öröm. Néha bosszantóan, bosszantóan őrülnek olyan. Igen, így van. És filmeket csinál, fényképekből, hát valódi, konkrét. Egy filmi arról szól, hogy fiókat, Romániának egy részében, szóval megszálltak a nácik, kiürítenek, vagy mit szóval, nem tudom, hogy mit csinál, valami csinálnak velük, amit később rossz lesz. Szóval rendes fotókból csinál fikciót? Ági, meg rólak, a múlt és jövőben legalább 3 cikk van erről a pasiról, én nagyon forszírozom. De állandóan kikérdezel nekem a múlt és jövővel kapcsolatban. Jó, de ez egy nagyon jó film. Állandóan vizsgáznom kell. Pozsonyból mennek le Romániába. Mulatságban is, nevetés és minden. És a... Hóráznak a hajón. Na, és az elekező irányban jön egy másik hajó, a komor, súlyos emberekkel, ezek voltak azok a németek, akiket azért vittek be a németek, haza vitték őket, mert a tudásuk esik. Azok komorak voltak, akik a halál felé mentek az vidámat. De egy kicsit javítalak, mert nem a halál fele mentek, Palesztina fele mentek. Igen, igen. De bizonytalan volt a helyzet ott. A pozsonyi cionisták béreltek ki egy hajót, és levitte őket. Eljutottak Palesztinába. Nekem is van egy nagynéném, aki így jutott el. Az a rossz, van az a rossz regény, istentelen rossz regény, az Invisible Bridge, a láthatatlan híd. A regény igen rossz, bocsánatot kérek, amerikai írónő regénye. De nagyon érdekes az anyag, amit felgatjasz. Érdemes elolvasni, nem, ne irodalmi értéket kell látni benne, nem, nem, az nincs benne. Nézed, már érdemes megnézni, mert azért mi fiatalságunkról szól. Az 50-es években nem működtél. Te az 50-es években gyerek voltál, nem? Nem, de hogy voltam gyerek, pont egyidősek vagyok. Miért lett mi gyerek? 29-es volt. Egyidősek vagyok veled, pont egyidő. Veled és Jürgen Habermasszal egyidős vagyok. Szegény Derridával is egyidős voltam. Ugye? Ez egy generáció. Az a generáció, hogy gyerek volt a háború idején, és aztán a háború után fiatal felett. Nagyon fiatal. Ugyanúgy a jobban volt a Habermasszal, szóval úgyhogy ott volt a társaság. Habermas egy furcsa kérdés intézett hozzám, hogy azt mondja, hogy nem ismertem őt, csak ott ismertem. Azt mondja, hogy egy szó ahhoz, amit az én munkásságom az egész, egész a sorstalanság, a zsidóság ügyét. Olyan fajta írás, ami egy Walternak is tetszett. Akkor volt akinek az zsidó hitközség, nem a hitközség, zsidó közösségnek az elemeke. Tőlem ilyet ne kérdezz. Jó, aztán azt mondják rá, hogy zsidó. Igen. Ellenes. Hogy fasiszta. De ez nem igaz, szó sincs róla, nem az. Csak az akkori szituációban lépett fel, igen. Tűnt olyannak,
Azt mondja, mit szól, ha az elolvassa a könyvemet, és egy zsidó elolvassa a könyvet, az egyiknek is tetszik, a másiknak is tetszik. Ez mivel magyarázom? Tehát az én zsidó az élet, mivel, miért, hogyan lehetséges az, hogy a sorstalanságból mondjuk egy csomó nem zsidó is megvásárolt a tetszésed, és egy csomó zsidó is megvásárolt a tetszés. Miért ez nem természetes? Nem. Akkor nem természetes. Németország, és nagyon keveset tudnak erről a németek. Saját magukban nagyon keveset tudnak. Mi a véleményed? Keveset tudnak magukban. Most kezdenek valamelyest magukhoz észrevenni a morális következményeket. Azért érdekes a száma, mert én Amerikába éltem, és emlékszem, meséltem a tanítványom, hogy se nem magyar, se nem zsidó, de ebben a morális kérdés vette észre a regényben, amit érdemes disszertáció egyik fejezetét erről írni, teljesen független, csak a könyv alapján. Amerikát, Németországot nem ismertem annyira, most se ismerem annyira. Nem is, ők se ismerik magukat. Jó, hát ki, na, mondd már, melyik nép ismeri magát. De talán hát az lehet a probléma, hogy... Mikor a tévé, voltam az ATV-ben, és az riportár azt mondta nekem, azt mondják, hogy ne, a mások nem éltenek meg bennünket, magyarokat. És megkérdeztem, hogy magyarok megértik saját magukat. Kérdem én. Na, aztán biztos nem. Mit válaszol? Hát miért? Semmi. Hát én válaszoltam, én voltam. Ő a kérdező volt. Én mondtam, hogy már abszolút megérti saját magukat. Nem is érdekli az, hogy megértsék saját magukat. Azért, valamit kapni másoktól. Megviseltek téged a múltkor. Mikor havarom azt is írtak egy levelet, hogy biztos megviseltek. De hogy viseltek meg? Én egy harci kanári vagyok. Tudod? Engem ez nem visel. Ennek abszolút tanúja vagyok, és ez a könyv is tanúja, amit most kapta az Ágnestől. Ő leteszi minden évben a saját könyvét, de én is arra gondoltam, hogy egy ilyen borzalmas támadás után sorozat, hogy minden nap azzal kell fölvenni, borzalmas cikkek tömkelege, telefonok tömkelege, e-mailek. És amellett erre rengeteg íze jön, rengeteg mocskoló dolog jön. A telefonszámomat a Kurucinfo közölte. Attól kezdve kaptam a mocskolódó, zsidózó, mit tudom én, micsodákat, dögöltem valami anyám mélyébe. És nem érdekel. És mellette volt ez a műtéte, nem a műtét, hanem ami előtte volt, és megírta a könyvet, a jó kis vastag könyvet. Egyik legjobb könyvét, hogyha bírálhatom. Lehet, mindig az utolsó a legjobb. Nem azért legjobb, mert nincs is jogom ilyet mondani. Legérdekesebb. Csak azt akarom, hogy nem érdekel. Tudod, mióta nem 4 éves korom óta. Hogy egy mondjak neked valamit. 4 éves volt, amikor apám minden este felolvasta nekem a Velci Bartókat. És a megtalálta 500 bizony dololva ment lángsírva Velci Bart, de egy sem tudta mondani, hogy ilyen Eduard. Azóta nem tudom mondani. Ez a gyerekkori imprinting. Gyerekeken nagyon rosszul vagyok. De Imre, neked nehéz gyerekkorod volt, ha jól látom az írásait. Családban. Nem szerettem a családot. Ne, azt nem szeretted a családot. Se anyádat, se apádat sem. Más stíluson volt. Én arról csak később értesültem, de nekem más stíluson. Stílus, ez nagyon fontos dolog. Nagyon zsidó kis polgára. Ismerik ezt a műfajt. De Lázorszal a család ellenben össze negligáltad. Negligáltam, mert szegény apám az 14 éves volt, amikor meghalt.
És az anyámmal éltem együtt 2 évig, vagy 3 évig, de onnan is meglúgtam, hogy úgy mondjam, abban a pillanatban úgy érzem, hogy anyagilag valahogy kijövök, az ilkoristát. Hány éves vagy? 16. Hát nem is lehet családról beszélni, azt hiszem, ti esetekbe.